Ti is ismertek azt az érzést, amikor leültök festeni, rajzolni, zsírkrétezni, vagy bármi ilyesmi, napokon, heteken, hónapokon, éveken át készül a mestermű, majd a végén leteszitek a tollat, leteszitek az ecsetet, mindent letesztek, amivel csak készült, végül büszkén hátradőltök, ránéztek a képre, a napig visszamosolyog egy fasz. Ja, nem? Csak velem szokott ilyen előfordulni? Oké, mindig hagyjuk inkább, kezdjük akkor a videót. Sziasztok srácok! Én viccelek és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Bomba gyors kezdés akarok most tényleg csinálni, nem akarom elhúzni ezt az intrót. Rengeteg videóm volt már igazából, ahol mindenfajta gyerekekkel kapcsolatos dolgokkal foglalkoztunk, voltak iskolai válaszok, voltak nagyon vicces gyerekrajzok, már igazából tényleg már minden volt. Na most a mai videó is erre fog egy kicsikét hasonlítani, viszont ma olyan szempontból lesznek viccesek ezek a gyerekrajzok, hogyha bárki erre ránéz, akkor azt mondja, hogy figyelj, ez nagyon jó, ez tiszta aranyos, ez cuki. Viszont hogyha erre egy felnőtt néz rá, tehát mondjuk valaki 18 év fölött lát ezeket a rajzokat, akkor azt hiszem teljesen más dolog fog neki eszébe jutni, és egy teljesen más, piszkosabb fantáziával fogja ezt így látni. Azt hiszem, ez így teljesen egy családbarát megfogalmazás. Srácok, olyan képek, amiket a gyerekek lerajzoltak, de felnőtt fejjel teljesen piszkos, perverz és mindenfajta nevetséges dolog jön ki belőle. Kezdjük is. Na most az első képünk az lehet egy kicsikét úgy fog kinézni, mintha a vízből mindenfajta férfi nemi szervek ugráltak volna ki. Gyerekek, ezek itt mellettem nem mások, mint delfinek. Hát nekem gyanús, hogy még ez a kis srác nem látott túl sok delfint életében. Szeretném, hogy családbarát maradjon ez a videó. Mindenki azt lát ebbe a képbe, amit szeretne látni. Szóval, hogyha ez a videó most nem ez családbarát, akkor ez nem rajta múlt, hanem a mindenfajta felülvizsgáló szerveken, akik erre a képre azt mondták, hogy ott van két golyó és ott van egy hosszú törzs, és ez nem egy delfin, hanem egy... De én semmiért nem mondtam, delfinek, menjünk is a következő képre. Hogyan közelítsük ezt meg? Gyerekek, ez itt mellettem. Bárki bármit mondani, és bárki bármire asszociálna itt fejben, ez egy kitörni készülő vulkán. Lehet, hogy van egy érdekes kalap a tetején, lehet, hogy mindenfajta ilyen cuccok mennek az oldalán, és lehet, hogy tényleg olyan, mintha valami más lenne, de ez igazából ez egy vulkán. A következő képünknek az a címe, hogy apu és anyu. És azt pedig azt hiszem, inkább rátok bízom, hogy itt most melyik az apuka és melyik az anyuka, vagy hogy mi az a nagy rózsaszín paca, ami két kis gömböcske ott alul, és egy kis hosszúkás, meg egy kis ez meg az. Igazából ez a videó az most erről fog szólni, hogy megpróbálom körülírni, de nem mondhatom ki kifejezetten, de közben nevetünk is, de közben ti is tudjátok, közben én is tudom, közben mindenki tudja, de igazából nem, ez a kép ez nem arról szól, ez csak egy apuka és egy anyuka. A következő kép teljesen kedves, teljesen aranyos, de emellett még figyelmes is. Itt van nekünk egy kép, egy rajz, ami igazából a kézmosásnak a fontosságára hívja fel a figyelmet ezzel a kis ábrázolással. Szóval, ja, középen ott belóg egy kis hosszúkás dolog, abból spiccel ki a víz, két tenyér pedig rajta a kis szappannal nyúl befelé, és hát ez lenne a festmény. Ezt most esküszöm, erre nem tudom mit mondjak. Szerintem ide csak fogom magam, bevágom a képet magam mellé. Nézzük akkor most együtt ezt a képet. Bárki bármilyen rosszra gondolna, bal oldalt látható egy róka, jobb oldalt még egy űrlény. És a róka koma éppen egy lézer karddal a kezébe, vagy nem is igazából mi van nála, de az űrlénye hadakozik, és ami ott éppen lóbálózik a képen, elég fura kinézettel, az nem más, mint egy fegyver. Tehát ez semmifajta rosszaság, az majdnem csak egy lasszó, amit igazából rá akar dobni az űrlényre, hogy ez el tudja őt fogni, és nem az, amire gondoltok, azt tudom, az űrlények nyitva van a száj, és tudom, hogy ezt éppen felé kúszik, de nem, semmifajta olyan dolog nincsen benne. Oké, nem akarom tudni, hogy milyen videókat, vagy milyen filmeket látott a kis srác. A leírás a képen, ugye a felnőtt ember, aki áll, azt mondja, hogy nem kell, hogy ezt megted. A kisgyerek pedig, vagyis hát a másik alak a képen pedig azt mondja, hogy de mégis én meg akarom ezt tenni, és hát ugye éppen olyan helyre hajol, ahova nem szoktak csak úgy hajolni az emberek, ha csak nem valamit csinálni akarnak ott. Na igazából ezt nem akarom túlságosan sokáig húzni. Az emberkének a cipőjét pucolja, aki igazából nem is áll, hanem egy ilyen kis széken ül, és ugye pont a cipője van itt a másik alakzatnak a szeme előtt, és hát ugye azt éppen boxolja, meg mindenfajta pucolást végez rajta. Úgyhogy ennyi, semmifajta rosszaság, nem is tudom igazából mire gondoltál. Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, boldog anyák napját. Lehet, hogy éppen augusztus van, lehet, hogy majd csak jövőre lesz megint anyák napja. Tehát megint rossz, aki rosszra gondol. Ki az, aki ebbe bármifajta más dolgot látott bele, most egy őszintén? Ez nem más, mint egy űrhajó. Az anyukája egyszerűen csak az űrhajóban ül, éppen el akar repülni egy messzi galaxisba, és hát így néz ki a szerkentyű, ott van igazából elő egy ilyen kis, minek nevezzük ezt, valamilyen radar, ami igazából méri, hogy ki van éppen előtte, nem akar karambolozni, bár nyilvánvalóan. Úgyhogy ennyi, egy űrhajó. Semmi több.
egyszerűen csak egy boldog kis paci család, ahol mindenki kedveli a másikat, mindenki teljesen jókedvű, az egyikük éppen középen táncol, és ennyi. Semmi többet ebben nem szabad belelátni, ez is csak egy gyerekrajz. A következő két gyerekek, amit tényleg ezt percekig kell nézni, hogy bárki is megértse, ide csak bevágom szerintem mellém. Óriási, gyerekek, óriási. Kislány üldögél, és hát ugye ki van itt vágva neki a pólója, és éppen villantja, amit villantani kell. Vagy mégsem. Természetesen nem ezt akarta a gyerek ábrázolni, teljesen ártatlanul erre a srácra vagy lányra, szerintem inkább amúgy lány, egy minyonos felsőt tett rá. Vágjátok, vannak ezek az ilyen szemüveges minyonok, hát ő éppen itt van a két szeme az egyik minyonnak, és azért tűnik úgy, mintha egy melbimbó lenne ott, vagy kettő. Oké, ezt a képet ide csak bevágom, és azt hiszem, hogy ez a most elmeregünk egy kicsikét. Úgy néz ki, mintha egy űrhajós emberke lenne, aki éppen a világűrben lógatja az ormányát. Tudjátok, hogy mire gondolok. De hát valójában itt csak egy katonáról, vagy akár egy szuperhősről van szó, akinek egy fegyver van a kezében, mármint egy igazi kézzelfogható fegyver, nem pedig egy olyan fajta fegyver, ami lent van az embernek a nadrágában, tudjátok. Úgyhogy srácok, ezért van akkor a mai videó, igazából nagyon-nagyon nehéz volt ezt felvenni, és nem csak azért, mert végignevettem az egészet, hanem konkrétan olyan szinten kellett így körbejárnom a mindenfajta megfogalmazásokat, nagy egy csúnya szót kimondjak, leizzadtam benne, az biztos. Mindenesetre arra borzasztóan kíváncsi leszek, hogy családbarát fog-e majd maradni ez a videó. Úgyhogy srácok, miután ezt feltöltöttem, miután majd látni fogjátok ezt a videót, tekerjetek le a kommentekhez, és top kommentnek majd szépen ki fogom pinnelni az én kommentemet, hogy családbarát maradt a videó, vagy letiltották. Úgyhogy ja, hogyha bárki ezt a videót nem meri nekem tiltani, akkor ott én nagyon nagy baj fogok csapni, mert itt semmi fajta olyan dolog nem látszik, egyszerűen csak hasonlít valami egy rajzon egy felnőtt dologra. De nem az, csak hasonlít rá, értitek? Na de mindegy is, srácok, mindenképpen csapjatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett nektek a mai rész. Én nagyon-nagyon élveztem, lehet, hogy túlságosan is élveztem, de szerintem tényleg elég szórakoztató volt. Emellett pedig csatlakozatok a csapathoz, azaz iratkozatok fel rám, mivel még nagyon-nagyon sok videó lesz még a közeljövőben, amiről nyilván nem akarok majd lemaradni. Minden esetre köszönjük, hogy benéztetek, legközelebb ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!